2016-ban indult pályázat eredményeként zajlanak a munkálatok a Kálvária dombon. A terület a kőfaragóház és a sörét-torony összekapcsolásával átfogó turisztikai célú megújításon megy keresztül. A tavaly elkészült engedélyes és kiviteli tervekre idén kezdődött a közbeszerzési eljárás. A közbeszerzést két részre hirdette meg az önkormányzat, külön a magasépítészeti és a hozzátartozó parkolóépítés és a tájépítészeti elemek a Kálvária dombbal. Az eljárás két részéből a második részre, a Kálvária dombra sikerült kivitelezőt találni, mert hogy ez az ár volt olyan, amit az önkormányzat rögtön el tudott fogadni, és így most a Kálvária dombon kezdődhetett meg a beruházás ősszel. Ez a beruházás ez nagyrészt a tájépítészeti elemeket tartalmaz, a sörét toronynak egy funkcionális kisebb mértékű felújítását jelenti, és a mászófal, ahol fel lehet ugye jönni a Kálvária dombra a Geológiai Múzeum irányából, annak a megújítására is sor kerül. A várhatóan december 31-ig befejeződő munkálatok során a már megtalálható értékek hangsúlyozására törekszik a kivitelező a Kálvária dombon, ami a város kedvelt szabadidős helyszíne is. Biztonságossága fog javulni a területnek, főleg, hogyha kicsikkel jönnek, a korlátokat helyre fogják állítani, ezeket a köveket, görgetek köveket, meg építő köveket, amelyek meglazultak, kipotyogtak, és akadályozzák itt a biztonságos közlekedést. Ezeket újra vissza fogják tenni a helyükre, be fogják falazni, sörét torony környékét is rendbe fogják tenni. Parkosítanak, több lesz majd a fa itt az ősgyepnek a peremterületén. Hát alapvetően ez a helyieknek szól. Akkor fog ez majd nagyobb jelentőséget kapni turisztikai szempontból, hogyha maga a kőfaragóház is felújításra kerül, és össze lehet kapcsolni a népi hagyományokkal, mesterségekkel ennek a szép területnek a bejárását. Maga a kis kápolna és a szoborcsoport az nem az uniós pénzből valósul meg. Az unió ilyenre nem ad szívesen pénzt. Ezt a költségvetésünkből fogjuk majd megvalósítani. Azt reméljük, hogy a város költségvetéséből hamarosan szépen apránként, ahogy eddig is már a kis kápolnára, Fenner Kulturális Egyesület, illetve mások segítségével lehetőségünk volt, az önkormányzattal kiegészülve ez is folytatódhat és teljességgel megszépülhet ilyen értelemben a Kálvária.